A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Dub Synchron Studio. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Parallaxis Kerekasztal, a kapcsolatfelvétel napi űrszekerek közösség találkozóról, a Volt 51 Gamerbárból. A fedélzeten Szórádi Erika, Holnándor, Vince Miklós és Farkas Csaba. Újból üdvözöllek benneteket, a Parallaxis Kerekasztal beszélgetés most kezdődik. Tudományos és fantasztikus kerekasztal beszélgetés, Vince Miklós fizikus, az MTA ERTE elméleti fizika kutatócsoport tudományos főmunkatársa közreműködésével. Miklós egyébként egyben a Parallaxis Podcast állandó tagja is, Farkas Csaba és Horváth Ádám Tamás mellett. Van egy küldetésünk, mielőtt a tudományos okfejtést elkezdjük, ami különböző kérdésekből, illetve állításokból áll, és ebből kell nektek kiraknotok, ha minden igaz, egy végeredményt. Elmondom azért a biztonság kedvéért a média zabálók panelen is elhangzott kérdést, és akkor mindenki tudja pótolni, aki esetleg most érkezett, vagy nem volt itt akkor. Tehát most, amit mondani fogok, az a média zabálók panelen elhangzott kérdés, ami úgy szólt, hogy hány teljes év telt el a kapcsolatfelvétel című Star Trek film magyarországi bemutatója óta, tehát a teljes évet kérdezzük. És akkor most jön a Parallaxis panelnek a kérdése. Jól figyeljetek! Az Enterprise regisztrációs számának az összege. Tehát mi az Enterprise regisztrációs száma, de nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem azoknak a számoknak az összegére. Gondolom az algebra szabályainak megfelelően 4 darab egyenlő számot össze kell adni. Jól gondolom, Ádám? Igen. Tehát ha már tudományos a podcast, vagy a kerekasztal, akkor úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk le rendesen. Kapcsolatfelvétel napja van most, és a filmekben azt látjuk, hogy megjelennek mondjuk különböző csészealjak, vulkániak adott esetben a Star Trekben, de hogy néz ki egy realisztikus kapcsolatfelvétel, mondjuk észreveszünk egy bolygót, ahol civilizáció van, tudira biztosra vehetjük, hogy ott van valaki, oda küldünk mondjuk egy fény sorozatot, egy prím számot, és akkor ott több száz év múlva megkapják, és azt mondják, hogy prím számok, és ők is küldenek egy fény sorozatot, és akkor mi is több száz év múlva megkapjuk, hogy ők dekódolták, értelmes civilizáció, megkapták az üzenetet, és akkor így tudnánk beszélgetni. Ez egy kérdés, hogy vajon így nézne ki, de egyáltalán hogyan vennénk észre, hogy ott van egy civilizáció. Ha jól tudom, létezik egy úgynevezett Kardashev skála, ami megmutatja nekünk a bolygókat, hogy milyen szinten állnak energetikailag. Ugye itt három típus ismert a szakirodalomban. Az egyik az az egyes típusú bolygó, ami a bolygó teljes energiakészletét uralja, a kettes az pedig a csillagrendszer és a környező terület energiakészlete, a hármas az egy kicsit nagy ugrás, mert az már egy egész galaxisnak az energiakészletével rendelkezik. Azért egy ilyen civilizáció az már feltűnő, tud lenni, gondolom egy ilyet már, azért még látnánk, hogyha létezne ilyen. Persze nem akkor, hogyha múlt héten léptek szintet, hanem mondjuk, hogyha létezne régóta egy ilyen civilizáció, akkor gondolom azt mi már észlelnénk és látnánk, hogy ott vannak igazamban. Szerintem nem. Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, de egyébként nagyon jó volt ez a felvezetés. Az az igazság, hogy Csaba valami olyasmit mondott el, ami például nagyon hasonlít ahhoz, amit szerintem egyébként a magyar tudományos ismeretterjesztés egyik örök gyöngyszemében az Almár Iván csillagászunk által írt a SETI szépsége című 1999-es, tehát hihetetlen már kimondani, de hát egzotúl 20 éve megjelent könyve, ami
pontosan erről szól ez a SETI, amit elhangzik, ugye a Search for Extraterrestrial Intelligence, ami a, ugye a Földön kívüli intelligencia utáni kutatás. És pontosan ezek a prímszámos próbálkozások, amikkel ugye itt a Csaba elkezdte a dolgot, ez pontosan ebbe a tárgykörbe tartozik, ugye a 60-as években mennek, a 70-as évek óta mennek ilyesfajta tudományos kutatások, ami nem keverendő össze az UFO észlelésekkel és egyéb ilyesmikkel kapcsolatos népiszeti kutatással úgy volt, tehát ez tulajdonképpen egy rendes tudományos programnak indult a 60-as években, és egyébként akkor még úgy hívták, hogy a kiejtés nem változott, csak akkor még az angol rövidítés úgy volt írva, hogy CETI, ahol a C azt jelenti, hogy Communication, tehát hogy kommunikáljunk ET-vel. Communication with ETI, extra, a Földön kívüli intelligencia. ET az tényleg ET? Extraterrestrial. Igen. Én most jöttem erre rá, ezt jelenti a filmnek a címe is. Így van. Azt a minden. Na. Magyarul ET a Földön kívüli volt a film címe, de hát nem fordították el FK-ra, mert az mégis mielett volna. Mindezzel azt megtartották, hála Istennek. Na, szóval. Egyébként például Teller Edet fizikusunk, aki kiment Amerikába, és Edward Tellernek hívták, nagyon büszke volt a monogramjára, hogy ET, mert hogy a magyarokról erre az a hír járta, hogy itt ugye marslakók voltak, hiszen azért olyan okosak az atombomba programban részt vett magyar kutatók, mert hogy csak is a marsról jöhettek, meg eleve senki nem érti a nyelvüket, ugye? És akkor ez minden el is vezet, erre még vissza fogunk térni, ezt nem véletlenül hoztam most elő. De szóval a lényeg az, hogy úgy hívták, hogy CETI, kommunikáljunk ET-vel. Na már most, aztán utána gyorsan rájöttek, hogy ez valószínűleg hülyeség éppen amiatt, amit te mondtál, hiszen a kommunikáció még a fénysebességgel is történik, mint hogy ezek a rádiójelek mennek. Ugye gondoljuk bele, hogy a legközelebbi csillag 4 fényévnyire van. Véletlenül olyan mázlink van, hogy ott már napot nem számítva, 8 fényperc, a napon nem lakik senki. Szóval a legépítőlesen szem. Szóval a legközelebbi csillag, hogyha körülötte kering egy földtípusú bolygó. Nem, én nem igaz, az én vagyok, Nanyusban láttam, hogy oda mentek a napra, és leszálltak. Mindig ezt a példát mondod, Csabi. Igen. Na, szóval ezt leszámítva valóban az van, hogy írtatlan távolságok vannak természetesen. Ugye a fény év az azt jelenti, hogy a fény vagy a rádió hullám egy év alatt megtesz akkor a távolságot, és a legközelebbi csillagig 4 évig megy a fényjel, és onnan vissza még 4 év, és ez persze a rádiójelre is igaz, ami szintén fénysebességet terjed. Tehát ha mi kiküldünk egy prímszám sorozatot, és mondjuk nem, nincs olyan mázlink, hogy a legközelebbi csillagon laknak, hanem mondjuk csak 100 fényévnyire laknak, amire azért lényegesen nagyobb az esély például, akkor gondoljuk bele, hogy 200 évbe telik a válasz, ha egyáltalán van ott a tulajdonban valaki, aki olyas valaki, mint mi, és egy nagyon hasonló rádióvevővel rendelkezik, amire azért lássuk be, elég kevés erre az esély, és akkor ők válaszoltak volna, hát ugye ez lett volna a kommunikáció. Szerintem, hogy ebben nem lett kommunikáció, úgyhogy átnevezték szépen csöbben Search for Extraterrestrial Intelligence-re, tehát a kutatás, keresés. Az angol kiejtés az maga SETI, tehát ez volt a trükk, csak a C helyett S lett. És hát ez azóta egy tudomány ággá terebélyesedett mindenféle vadhajtásokkal. Az egyik ilyen vadhajtás amúgy, az pontosan ez a Kardashev civilizáció kérdése, mert elborult szovjet tudósok a 60-as években nem átadottak odáig eljutni. Lehet, hogy jobban elcsoljuk ezt az egész? Vagy próbáld meg ezzel. Jó, de ezt mindenképp kikapcsoljuk, mert ő a gerjedős. Igen? Ő a gerjedős. Hát az a lényeg, hogy ne tartsuk arra, csak ugye... Igen. Na, szóval, hogy a szovjet tudomány és technika által ugye nem áll távol a geomérnökség. Ugye? Hát nem véletlenül tudjuk, hogy az 50-es években ugye komoly tervek születtek a folyók irányának a megfordítására, Stalin Generalissimus alatt, hogy így lehessen termővételni más területeket, stb. Stb. Tehát tulajdonképpen az, hogy ilyen projektek tényleg léteztek, hogy ha aknázzuk ki minél inkább a meglévő energiát, ami ezzel a bolygón van, és akkor ez szülte meg ezt a Kardashev civilizáció gondolatát, hogy egyes típusú Kardashev civilizáció lenne, egy olyan kozmikus civilizáció, ami az adott bolygójának a teljes energiáját kihasználja. De mi már majdnem azon vagyunk. Mi már majdnem azon vagyunk. Ugye? Az emberiség jelenleg olyan 75%-nál tart. Tehát ez azt jelenti, hogy valóban a bolygóra jutó energia, aminek a nagy része persze természetesen napenergia,
csak aznak mindenféle közvetett formája, ugye? Hát végül is az is napenergia, hogyha mi földgázt bányászunk, ha nagyon akarjuk, hiszen a napfény nélkül nem jöttek volna azok az élőlények több millió évvel ezelőtt, amik aztán lebomlottak és fosszilis energiaforrássá váltak, stb. Stb. Tehát végül is az egésznek a nagy energiaforrása a nap, ennek egy kicsi része jut a földre, de azt próbáljuk mindenféle formában kihasználni. Ilyen értelme a szélenergia és napenergia, hiszen szél se lenne, hogyha nem sütné a bolygó egyik felét a nap, a másik felé meg nem lenne sötét. Tehát végül is tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a naprendszernek az energiaforrása majdnem 100%-ban a nap. És hát ugye azóta ebből élünk, az emberiség a földre eső energiának mindenféle formájában beleértve az izotopokat, amikben a paksi atomerőmű működik, tehát jelenleg a 75%-át használjuk ki kb. Ezzel még nem vagyunk a Kardashev által definiált egyes civilizáció, az akkor lennénk, hogyha a föld teljes energiakészletét kezdenek. Akkor mondtad a Kardashev 2-t, az már a csillag teljes energiáját kihasználja. Na ez már érdekes. Hogy lehet egy csillagnak a teljes energiáját kihasználni, amikor ugye eleve a Földre csak kevés jut? Dyson göm segítségével. Dyson göm segítségével. Így van. Na, aztán valami. De mi az? Nézzen, ez csak egy szó. A Dyson az a Kardashev kortársa volt, egy elborult csillagász ezúttal Amerikából, aki ugye kitalálta, hogy nyilván úgy lehetne az energiát a legjobban kihasználni, hogyha mondjuk, képzeljük el, hogy már űrhajózó civilizáció lévén, mondjuk a földpálya sugarányi gömböt építenénk a nap körül. Amíg ha ennyi anyag az univerzumban ilyen építsünk. Van, ezt meg lehet csinálni, sőt, még akár a kisbolygó övezetből is ki lehetne termelni. Tulajdonképpen egy nagyon vékony gömböt, amivel körbevesszük a napot, és ezzel tulajdonképpen mondjuk, ha úgy tetszik napelemek, vagy hasonlók segítségével felfogjuk az energiát. Ciklusban teljesen ígérhető. Igen, igen. TNG-ben volt egy Dyson gömbös epizód. Na most ez azért érdek, ez azért, most miért merült fel azon túl, hogy természetesen ez itt a szellemi masturbáció terpőre volt már a 60-as években is, de ez azért merült fel, mert hogy egy ilyet ki lehetne mutatni. Mert hogyha egy csillag köré lenne építve egy gömb, akkor annak a csillagnak a fénye, vagyis nem csak a fénye, hanem mondjuk az infravörös, meg az ultraibolya, meg egyéb hullámhoz tartomány magvetsugárzása, az eltérne a megszokottól. A csillagoknak jól ismert, mert napnak is, meg az összes csillagnak is jól ismert a fizika alaptörvényei által meghatározott sugárzási spektrumban. Hülye kérdés, de látnánk egyáltalán a napot, ha egy Dyson gömb venné körül? Szerintem, hát ugye a kérdés az, hogy milyen vastag az a Dyson gömb, amit észrevennél, na ez az, igen, lehet, hogy átlátszó, de biztos, hogy van olyan hullámhoz tartomány, amiben nem átlátszó, és van olyan, amiben igen. És pont ez lenne a feltűnő, nem az lenne a feltűnő, hogy halványabb egy csillag, hanem az lenne a feltűnő, hogy tudjuk a fizikából, hogy ha egy csillag ennyire fényes a látható fényben, akkor mit tudom én, a hősugárzása, vagyis az infravörös sugárzása az ilyen, a rádiósugárzása az ilyen, az infravörös az ilyen, tehát ezek jól ismert természetes eloszlásokat követnek, amiket egyébként Max Planck munkássága óta, tehát több mint 100 éve elég jól tudunk. Hogyha valami ettől nagyon eltér, tehát hogy például jól látszik a csillag, de mondjuk, mit tudom én, az infravörös sugárzása... Fúcsák mondasz, ne káromkodj ilyen csúnyán, Miklós. Mondjuk az infravörös sugárzása sokkal kisebb, akkor mondjuk az gyanús. Na most, ilyen lehet, hogy van. Tehát 2017-ben, vagy 2015-ben, várjál, készítettem jegyzeteket, én nem is emlékszem, de az 15-ben volt már, amikor Tabita Bojasian nevű, ugye a neve alapján valószínűen örmény származású, de amerikai csillagász nő, felfedezett egy nagyon-nagyon különleges változó csillagot. Tabitának hívják, úgyhogy az a szép név, Tabita Bojasian, és azóta úgy hívják, hogy Tebi, az volt a hogy Tebi, tehát ez a Tebi Star, Tebi csillaga. Ez egy nagyon különleges csillag, ami olyan 1470 fényévre van tőlünk a hattyú csillagképpen, ami pontosan egy ilyen dolgot tud. Tehát egy kicsit pont olyan, és meg is jelent a cikknek a címe, hogy Where's the Flux? Hol van a fluxus? Ami rövidítve az, hogy WTF, és ez nem véletlen. Tehát, hogy a csillagászok egyszer ránéztek arra, hogy Vagy mi a franc? Tehát mi a... Vagy hogy mondjam ezt? What the fuck? Mit látunk ott? Hiszen mit láttak? Azt látták, hogy a csillagnak van egy
jól látszik optikai tartományban, de az infravörös sugárzása az nagyon kicsi. Tehát pont olyan, mint a körben lenne véve egy Dyson szférával, de ez még nem minden, hanem nem ez hívta fel a figyelmet, hanem az, hogy nagyon furcsa időbeli fényváltozást mutat, amiket azóta se tudnak megválaszolni. Tehát vannak változó csillagok, amiket Magyarországon is nagy intenzitással kutatnak, amik időben változtatják a fényereiket. De ezek rendszerint mondjuk szabályosan változnak, és rendszerint kicsi mértékben változnak. Lehet, hogy kapott valaki, akkor ez igen. A lényeg a dolognak. Az a lényeg, hogy még az is felmerült alternatív magyarázatnak, hogy na végre itt van egy Dyson szféra, ami éppen épül ki, és akkor néha blokkolja a csillag fényét, néha meg nem. Reméljük, hogy nem halálcsillagot építenek. Nem tudjuk. Most természetesen vannak magyarázatok, hogy itt miről lehetne szó, de még az igazság, hogy a tudományosan helyes magyarázat, mert ez még nincs meg. Tehát fölmerültek itt ilyen üstökös felhők, mindenféle furcsa dolgok, tehát nyilván e felől közelít a tudomány, de az az igazság, hogy bizony felmerül a lehetőségek között az, hogy most még végre tényleg egy szuper civilizáció építkezését látjuk. Nyilvánvaló, hogy nem ez a valószínű forgatókönyv, de az is nyilvánvaló, hogy Carl Sagan csillagász mondta mindig, hogy rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Tehát ez egy elég rendkívüli állítás lenne, hogy itt épül egy Dyson szféra, vagy egy kozmikus civilizáció szféra. De akkor ez egy szerencsejáték, ez az egész földön kívüli élet utáni kutatás, olyan, mintha bemenne két ember egy hatalmas bevásárlóközpontba, hogyha találkoznak, akkor mondjuk szerelem első látásra, de semmi nem garantálja, hogy ők meglátják egymást, mert lehet, hogy elmegy egyik a másik háta mögött, amikor tejet vesz, vagy nem tudom. Vagy hogy az egyik mondjuk 1 milliárd évvel korábban megy a boltba. Mondjuk vegyük azt, hogy egyszerre mennek be. De ez is egy fontos kérdés. Igen. Tehát, hogy nem csak térben, hanem időben is egybe kell lesni a kis civilizációkról, hogy tudjanak egymással beszélgetni. Ez egy nagyon fontos másik kérdésre visz át minket, hogy mennyi egy civilizáció élettartama. Tehát az emberiség kb. 100 éve tud rádiózni, tehát 100 évvel ezelőtti emberiséget esélytelen lett volna kívülről észrevenni. Az már mondjuk 1962-ben, amikor volt a kubai rakétaválság, az már majdnem eljutott oda, tehát röpke 62 év alatt kb. Majdnem eljutott oda, hogy teljes mértékben visszabombázza saját magát az és akkor most mi látható, vagyunk ebben a formában? Amúgy igen, mi nagyon jól láthatóak vagyunk, viszont pont ezt akartam mondani ezzel a Dyson szférával, hogy a 60-as években valóban ez a klasszikus szeti volt a divat, a rádió távcsövekkel, prímszámokkal. Mostanában elkezd, és még az Almár Iván kitűdő könyve idejében, 1999-ben is, mindenkinek ajánlom olvasásra. De azóta, mintha eltolódna a hangsúly oda. Nyugodtan mondja, mutatom közben. De minden, már csak antikvárium ajánlott irodalmat. Igen, a termék megjelenítés ez sajnos némileg alacsony színvonalon fut, amiatt, mert hogy ezt már rossz, hogy nem lehet újonnan. Sajnos. Na. Antikváriumban lehet, hogy még megtalálják az érdeklődőt. Na viszont, hogy azóta inkább áttolódott oda a hangsúly, hogy a földön kívüli civilizációk mesterséges építményeinek, vagy nyomainak a keresése. Erre sok minden lehetőséget adott. Egyrészt most már tényleg, ami még 1999-ben egy álom volt, hogy például gőzünk nem volt arról, hogy mennyi csillagnak lehetséges, hogy egyáltalán van olyan földtípusú bolygója, ami elég megfelelő távolságban van a csillagtól ahhoz, hogy legyen rajta élet. Arról még ugye akkor semmit nem tudtunk. Most már például a NASA Kepler űrtávcsövének köszönhetően több ezernyi olyan bolygórendszert ismerünk, tehát a naprendszerhez hasonló bolygórendszert ismerünk, és tudjuk most már, hogy a legtöbb csillag körül tényleg keringenek bolygók. 1999-ben ez még mindig csak kérdés volt, és most már azt is tudjuk, hogy elég sok csillag körül keringenek földtípusú bolygók, tehát jelen tudásunk szerint, most ezt leírtam, ez kb. Úgy néz ki, hogy jelenleg itt tényleg élünk a tejútrendszerben, van benne nagyjából 400 milliárd csillag, az rengeteg, azt nem tudjuk elképzelni, az még fogunk is sok. 400 milliárd csillag, a stadion negyed értékben is nagyon bűnik. Na már most. Abból azt hiszük, hogy van kb. 20 milliárd napszerű csillag, és annak körülbelül a 20%-ában lehetséges nem földszerű bolygó, hanem olyan földszerű bolygó, ami megfelelő távolságra van a csillagtól. Vagyis ebben az ünnezett lakható zónában van, ami se nem túl hideg, se nem túl meleg. Nem is kell túl messzire menni, az emlegetett legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül is van egy ilyen, földnél kicsit nagyobb, távolságát tekintve lakhatónak tűnő bolygó. Ez még mindig a jelenlegi a tejútrendszerben nagyjából 100 ezer bolygót jelent, ami úgy elvileg első közelítésben alkalmas lenne az életre.
Na már most ugye ez rengeteg. Tök jó, csak van egy valaki ott, aki... És akkor igen, innen jönnek meg a különböző faktorok. De ha van, oké. Okay. Milyen valószínűség, oké, okay, hogy van létre lehetőség, de milyen valószínűséggel jön létre? Az valami szükségszerű, hogy élet létrejön, vagy valami tök véletlen? De például itt kapcsolódik a dologba például a marsi élet kutatása. Ez igenis fontos, mert jelenleg nincs a marson élet, de valószínűleg, ha csak nem nagyon a felszín alatt. De lehetséges, igen könnyen lehet, sőt vannak arra utaló nyomok, hogy több száz millió évvel ezelőtt baktériumok élhettek a marson. Ugye vannak ilyen baktérium fosszíliák, amiket marson származó meteoritokban találtak 1996-ban. Na már most azért küldik szakmányban az űrszondákat a marsra, hogy végső soron erre a kérdésre keressék a választ. Na most ez azért fontos, mert hogyha a marson kialakult az élet, és a Földön is kialakult az élet, és a kettő egymástól független, akkor az arra utalhat, hogy ez tulajdonképpen egy baromi gyakori dolog. Tehát ha egy naprendszerben van legalább két olyan bolygó, amin egymástól függetlenül elindult az élet keletkezés, akkor bizony azt lehet mondani, hogy kb. Az élet az utat tör rögtön akkor is, amikor még nincs élet. Az úgy az élet az nagyon makacs, de hogy az élet az első lépés, amikor a legelső reprodukcióra képes élőlény létrejön, mondom, az evolúció az kb. Úgy sima ügy, mert azt tudjuk, hogy ugye Jan Malcolm meg a Jurassic Parkot tudjuk, hogy az élet utat tör, de hogy az első lépést az mennyire valószínű, arról ugye gőzünk nincs. Tehát tök jó lenne látni egy másikat. Persze, ha marson találunk életet, abból még mindig nem következne, hogy független. Mert komoly teóriák vannak, ezt pánspermiának hívják, ami azt jelenti, hogy a bolygók egymást össze tudják fertőzni élettel. Ez elég hülyén hangzik, de mint hogy mondtuk, hogy a marsról meteoritokban kövületek, akár baktérium kövületek eljuthattak a Földre. Ugyanúgy képzeljétek el, hogy az is lehet, hogy élő baktériumok eljutottak, de hogyan? Hát ez elég beteg módon hangzik, de már egyre inkább úgy tűnik, hogy nem teljesen lehetetlen, hogy egy kő kirepül a Marsról, akár 100 évet bolyong, mérletünk ki, becsapódik egy nagy aszteroid, a kirepülnek repesz darabok, az akár 100 évezredeket bolyong a naprendszerben, véletlenül ráesik a Földre, belép a légkörbe, felízzik 3000 fokra, becsapódik a Földre, és akkor azt mondja a pánspermia, hogy ezt túl tudja élni egy élőlény. De elég beteg, és pár éve azt mondták, hogy ez nonsense. Tehát, hogy maga egy ilyen átrepülés, az gondoskodna arról, hogy semmi sem marad életben. De azóta már látjuk, hogy az élet mennyire makacs. Láttuk azt, hogy a Holdon felejtett baktériumok, amiket egy űrszonda hibás sterilizálása miatt ott hagytak a Holdon, ahol aztán tényleg iszonyatosan durva körülmények vannak, ott évekig elérvegyek. Azt is láttuk, hogy a nyílt világűrbe kitett medveállatkák, amik nem baktériumok, hanem ilyen hatlábú kis sétálgató, 10 mm-nyi lényecskék, azok a nyílt világűrbe kipakolod őket, és túlélik. És azt is látod, most már sajnos már azt is tudjuk, hogyha egy űrhajó belép a Föld légkörébe és szétlég, azt túl tudják élni fonalférgek. Ez egy véletlen, ez nem egy direkt kísérlet volt sajnos, hanem amikor a Columbia űrrepülőgép 2003-ban megsemmisült, ugye szétesett a légkörbe és az űrhajósok mind meghaltak, felisott az űrrepülőgép több ezer fokra, és a darabok lepotottak. De volt a fedélzeten egy fonalférgeket vizsgáló kísérlet. És ennek a kísérletnek a konténerét a roncsok között megtalálták, és csodák csodájára azt tapasztalták, hogy ezt a világűrből jövő légkörön keresztül menő brutál becsapódást, ezek a nagyon összetett élőlények, tulajdonképpen férgek, ezek túlélték. Tehát ez azt jelenti, hogy most már egyáltalán nem tűnik annyira elrugaszkodottnak az a dolog, hogy akár bolygók összetudják egymást fertőzni élettel. De ez csak egy kis kitérő volt. Csak azt mondom, hogy naprendszeren belül lehetséges, hogy van független élet. Ez tök jó lenne. Ha látnánk egy marsi élőlényt, meg tudnánk nézni a DNS-ét, akkor rögtön kiderülne, hogy ez független-e, vagy nem. Lehet, hogy a Mars fertőzte össze a Földet, lehet, hogy a Föld a Marson, de ha külön alakultak ki, az tök jó lenne, akkor tudnánk, hogy az élet az nagyon valószínű, hogy kialakul. De még nem tudjuk. Ez egy nyitott kérdés. Lehet, hogy mi vagyunk az egyetlenek. Az is lehet, hogy minden bokorban ott van az élet az univerzumban. Ez nem tudjuk. Aztán utána jön a másik kérdés, hogy oké, van egy élet, de abból milyen valószínűséggel lesz intelligens élet? Hát azt tudni véljük, hogy mondjuk itt 2,5 milliárd, vagy nem, 250 ezer éve van mondjuk a Homo sapiens kb. Abban a formában, hogy mi most itt létezik. Most mit tudom én? Hát mondjuk 1 millió éve. És előtte dinoszauruszok voltak, azok vajon intelligensek voltak? Hát volt egy ilyen podcastünk. Igen, volt egy ilyen podcastünk, mert nekem a fixa ideám, hogyha a dinoszauruszok mondjuk 100 millió évvel ezelőtt egy dinoszaurusz faj, technikai civilizációt hozott volna létre, és építettek volna egy várost,
akkor a Földön semmi nyomát nem találnánk meg. Úgyhogy ez felvet azért kérdéseket. Úgyhogy nem véletlenül javasoltam azt a kutatási programot, hogy keressünk dinoszauruszok által épített űrhajókat a Holdon. Mert a Holdon, ott nincs lemeztektonika, ott nem fúj a szél. Érted? Hát 100 millió éve nem az, hogy Budapest nem volt, nem volt Atlanti óceán. Tehát, hogy ez olyan időskála, tök jó, hogy néha találnak dinoszaurusz csontokat, de ezt mondom, hogy ebbe amennyire kevés információ van, például New York akkor lett volna egy darab New York valahol, ott, ahol most van mondjuk, az valószínűleg már nem is lenne, mert egy tengerparti város az már esélyes, hogy lebukott volna a földkérekbe egy szubdukciós zónában, és legjobb esetben is valami brutális érctömbként lenne jelen a föld alatt. Most mondjuk, hát itt egy nagy vasérce lelőhely, senki nem gondolná, hogy 100 millió évvel ezelőtt itt volt egy felhőkarcolóból álló. Olyan civilizációjuk volt, amit látott valaki a világűrben, és lehet, hogy már emiatt elindult valaki ide, csak még nem értek ide. Hát ez mind lehet. Na igen, csak hogy ezt mondom, hogy igazából a saját tudásunk sem biztos, de hogyha biztos az, hogy mi vagyunk az első civilizáció a Földön, akkor abból azért azt láthatjuk, hogy azért elég sok idő eltelt, és egyáltalán, ha igaz, hogy mi vagyunk azok, és nem a dinók, mondjuk, vagy akárki más, akkor bizony az azt jelenti, hogy azért nagyon, nagyon nem triviális, hogy az élet elvezet az intelligens élethez. Azt is lehet mondani, hogy egy véletlen vagy egy isteni beavatkozás, ne adj Isten egy másik civilizáció általi beavatkozás, ugye ilyen elméletek is vannak szélszáma, de egyáltalán nem úgy tűnik, hogy még ha az élet az egy természetesen kialakuló sorozat is, ami ugye minden szinte nem biztos, abból sem egyértelműen jön ki, hogy az elvezet a civilizációhoz, és a civilizáció sem egyértelműen közvetlen a technikai civilizációhoz. Az kb. Egy európai sajátosság, ez az egész gyarmatosítósdi hozzáállás, meg ez az elektronika, meg mindenféle marhasság, de igen, fel tudunk mutatni nagyon hosszú időtartamra visszatekintő emberi civilizációkat, törzseket, amik egyáltalán a civilizáció magas kultúrát képviselnek, de egyáltalán nem technikai civilizációk, tehát a kozmoszból, ahogy mondtad, láthatatlan. Akkor van egy csomó bolygónk, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, akár életre alkalmas, de ebben is szűkíteni kell nekünk, hogy vajon intelligens életre alkalmas-e az a hely, és ennek már valószínűleg akkor látnánk nyomait, amit egy technikai civilizáció adhat. Csak hova nézzünk? Hogyan keressük ezt? Van-e erre módszerügyét? Voltak SETI hivatkozások, stb. De hogy tudjuk azt meglépni, hogy minden bizonyossággal, na ott biztos, hogy él valaki, még ha fel is tudjuk venni a kapcsolatot, vagy nem, ki tudjuk jelenteni, hogy tudkó, ott van egy civilizáció. Hát erre éppen Almár Iván és a többiek állítottak fel erre egy skálát. Egy skála. A Rio skálát, ami olyan, mint a Richter skála a földrengésekben. Csak hogy ez pont arról szól, hogy ha jön valami jel, mondjuk egy rádiójel, vagy mondjuk egy ilyen izé, mint amit látnak ezen a Tebi csillagán, az senki nem tudja mi ez, típusú WTF, ugye? És akkor, meg ezek, most akkor milyen valószínűséggel rendelhető ahhoz miféle állítás? Ugye erről van egy skála, ez egésznek igazából olyan értelemben nincs még értelme, hogy még egy nem nagyon gyakoriak a magasabb értékei a skálának. De például, mit tudom én, mondok egy példát, ami meg inkább megvilágítja, mert nyilván megválaszolni nem tudom. De például a 60-as években volt a WOW szignál. WOW. Ja, azt hittem, hogy WOW, mint a kutya. Nem, ez a WOW. Na, tehát az onnan ered, hogy egyszer egy rádiótávcsővel fogtak egy nagyon furcsa, nagyon diszkrét, sípszerű, ismétlődő jelet, ami aztán nagyon gyorsan abban maradt, tehát pont olyan volt, amit itt-től vártak, és azért lett valószínűleg a jele, mert aki agresszívóban a rádiótávcsőben fogta a jelet, az gyorsan bekeretezte, akkor még ilyen lyukas szélű nyomtatóból kijövő papírral mentek ezek a számértékek, tehát így tárolták el az adatokat, és akkor bekeretezte filctollal, és merre írta, hogy WOW felkiáltója. Tehát, hogy na, hogy akkor ez lehetett volna az IT. Na, lehet, hogy ő volt, lehet, hogy nem. Ezt nem tudjuk. Tehát például ez egy érdekes dolog, hogy egy szignálnak nyilván egy mérés nem mérés, egy jel nem jel, tehát nyilván ismétlődnie kell. Aztán volt olyan, amikor azt mondták, hogy megtaláltuk IT-t, amikor nagyon gyorsan, nagyon szabályosan, nagyon élesen rádiójelek jöttek az útba, és akkor el is nevezték az első ilyen rádióforrást LGM1-nek, ez szintén a 60-as évek, Little Green Man, azt jelenti, hogy kicsi zöld emberkék,
Aztán utána kiderült, hogy ez egy természetes folyamat, azóta pulzárokként ismerjük ezeket. Itt fedezték fel a gyorsan forgó neutroncsillagokat, amik nagyon egyenletes rádióimpulzusokat küldenek, pont olyanokat, amikről tökre azt hitték, hogy mesterséges eredetűek, de aztán kiderült, hogy nem. Tehát itt is van, hogy mindig van egy tudományos magyarázat, egy eddig mindig volt. A válszignára nincs egyértelmű, bár ott is vannak sejtések. De ugye az egy nagyon rövid szignál volt, aztán volt ez a nagyon sok, nagyon egyértelmű szignál, de aztán kiderült, hogy mégsem a kis zöld emberkék voltak, hanem a gyorsan forgó neutroncsillagok. Nagyon érdekes. Aztán utána most van ez a Tegi csillaga. Ugye volt más is. Például a naprendszerben találtak kisbolygókat, amik nagyon furcsán viselkednek. Például 1991-ben James Hottie nevű csillagász felfedezte az 1991 végén névre keresztelt kisbolygót. Egy nagyon furcsa kisbolygó volt. Egyrészt ahhoz képest nagyon fényes volt, hogy milyen gyorsan forgott. Ez azt valószínűsíti, hogy a mérete pici volt, így inkább pici és fényes, mint nagy és halvány. Mert ha nagy lenne és halvány, akkor lassabban forgott. Nem tudják, tehát nem ezeket a pontszerűnek látják ezeket a kisbolygókat a távcsövekben, mert nagyon messze vannak. Tehát nem tudják megnézni, hogy milyen alakúak, vagy hol vannak, hanem csak azt látják, hogy a fényessége időben hogy változik. Nem csak ez volt a furcsa, hanem hogy egy olyan pályán keringett, ami nagyon furcsa és instabil, pont olyan, hogy 50 évente nagyon megközelíti a Földet. De természetes kisbolygó egy ilyen pályán 1000 évnél hosszabb ideig nem tudna megmaradni. Tehát szakasztott úgy nézett ki a dolog, mintha E.T. ide telepített volna egy pici űrszondát, hogy időről időre ránk csekkol. És az a vicc, hogy ilyeneket azóta találtak többet is. Ez volt az egyik első ilyen. És az egyik, ez az 1991 végé, ez éppen két évvel ezelőtt. Tehát akkor ilyen hülye pályát nem lehet a természetben találni, mint ami itt megnyilvánult, hát, ha jól értem. Lehet, csak instabil. Persze mi a kisbolygók is néha pályákat változtatnak, elsősorban a nagybolygó gravitációs hatása miatt. Tehát néha a Jupiter azt csinál ilyeneket, hogy nagyon hülye, nagyon eltorzítja a arra járó dolognak a pályáját. Csak én csak azt mondom, hogy mondjuk elképzelhetetlen, hogy ez a kisbolygó mondjuk 100 millió éve ott keringene, mert akkor ez a pálya nem lenne stabil. És akkor persze jött az ötlet, hogy ez az unorthodox szeki, ugye úgy hívja ezt már éven az 1999-es könyvben, hogy hát igen, akkor mi viszont ottan lehet, hogy ezt így tette ide, és hát megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz oda kéne repülni és megnézni. Az viszont, először persze nyilván az merült föl, hogy ez valami Apollo rakéta fokozat, vagy egy valami űrszonda darab, amit tudom én, az emberek bocsájtották föl, de persze az első dolga volt James Hottie csillagásznak, hogy azonnal megnézze az ismert naprendszerben keringő objektumokat, és aztán kiderült, hogy a legutóbbi Föld közelsége, ami a felfedezés előtti, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt volt a Föld közelében, az még az űrkorszak előtt volt, ugye 91-ben fedezte fel, 1957 az első műhold, és csak 1959 az első űrszonda, ami a tökéletes mesterséges bolygó. Tehát, hogy nyilván azt nem az emberek tették oda. De attól még lehet, hogy az egy kődarab, sőt nagyon valószínű, szóval ilyenek is vannak, és persze egyébként a science fiction irodalomban is egyébként ezek tökre fölbukkannak, például a Rendezvous a Rámával című ugye, klasszikus Arthur C. Clarke, amit ugye akkor is tavaly is ugye sokunknak eszébe jutott, amikor, és ez egy nagyon furcsa dolog, és erről is persze meg kell emlékeznünk, hogy a csillagászat, sőt az emberiség történetében először fordult elő, hogy detektáltak egy kisbolygót, ami a naprendszeren kívülről érkezett. Ez volt az nem tudom, a hawaii nyelven nem tudok annyira megnyilatkozni. A Mauma az egy fokozás, ezek aranyosak, ezek a csendes óceáni nyelvek, mert amikor valami nagyon izé, akkor megismétlik azt a szóelemet kétszer. Tehát ez azt jelenti, hogy elő-elő őrs kb. Ezt jelenti. Ezt a nevet adták neki a csillagászok, mert persze Hawaii-ról fedezték fel egy automata teleszkópa, és akkor mostanában nagyon divat ezeket ilyen hawaii istenségekre elnevezni. De a lényeg az, hogy ez egy kisbolygó volt, ami a irányáról és a sebességéről lehetett tudni, hogy ez nem jöhet a naprendszerből. Elrepült közel a Földhöz 1997-ben, aztán gyorsan lendült egyet a napnál, és amilyen gyorsan csak tudod, ugyanúgy ment tovább, nagyjából 27 km per másodperccel azt hiszem, tehát sokkal gyorsabb sebességgel, mint ami a naprendszerből a szökési sebesség, visszalendült és azonnal megy kifele. Gyanús. Gyanús,
Önmagában nem gyanús, csak persze eleve kérdés, hogy hogy jött ki egy ilyen egy másik csillagból, de az is nagyon furcsa volt, hogy ennek is milyen alakja van. Na, ezt se lehetett megnézni, mert ez is olyan messze volt és pici volt, csak azt látják a csillagászok, hogy a fényessége nagyon ingadozik. Mikor a fényesség ingadozik, az ugye nyilván amiatt van, mert forog, és hogyha feltesszük, hogy nem az van, hogy az egyik oldala fehér, a másik oldala meg fekete, és azért változik a fényesség, hanem ha általában azt tesszük fel, hogy egyenletes a fényessége, akkor ugye az van, hogy az a valami hosszú. Tehát amikor így áll, akkor sok napfényt ver vissza, és akkor fényes, de amikor így áll, akkor ugye a kisebb felületen néz felénk, akkor kevesebb napfényt ver vissza, és akkor ebből azt következtették ki, hogy ez a cucc, ez gyakorlatilag szivar alakú, tehát kb. 20-szor hosszabb az egyik irányba, mint a másik irányba. Az olyan, mint a Star Trek 4-ben a szonda, az is ilyen szivar alakú volt, aki a bánákkal kommunikált. Jó, igen. Na szóval, hogy az van, hogy itt például, ez egy nagyon érdekes, hogy jön innen nagyon messziről, eleve tök gyanús, hogy mi honnan jött, hogy szabadult ki egy másik naprendszerből, meg eleve olyan alakja van, amit még a naprendszerben sose láttunk, tehát kb. Űrhajó alakja van, ha nagyon provokatív akarok lenni, tehát sokkal hosszabb, mint széles, ugye? És akkor, persze a SETI kutatók első dolga volt, hogy odafordították a rádióhalókat, hogy hát ha mond valamit az űrszonda, sőt, még mindig tervezik, hogy ezt utol kéne érni. Tehát az annyira ritka, hogy a naprendszerbe ide repül valami, mondom, eddig ilyesmit még hasonlót sem láttam, hogy annak ellenére, hogy mondtam, hogy ez 21 néhány kilométer per másodpercen rongyol kifelé, de még mindig tök jó lenne ezt valami űrszondával utolérni, ha lehet. Hát egyébként. Hát ezt mindjárt mondom, de nem egyszerű, de... Jó lenne, nem? Igen, mert hát még így is valószínűleg még így is évtizedekbe terül kellene nyilván utolérni, de valószínűleg még mindig ez az egyetlen esélyük a belátható jövőben, hogy tanulmányozunk bármit, még akkor is, ha csak az egy kő darab, akkor is rohadt érdekes, mert ez egy másik csillagrendszerből jön. Amúgy, igen, azt hiszem, hogy a Lyra csillagkép irányából jön egyébként. De az, vagyis hát egészen konkrétan a Vega csillag irányából jön, de az nem jelenti azt, hogy onnan küldték, mert ha onnan indult volna, akkor annak a repülési ideje a jelenlegi sebességével az ugye 600 ezer év lett volna, tehát ez a bigyó 600 ezer év alatt ért ide. Viszont akkor még a Vega nem ott volt. Tehát az egy relatíve közel levő csillag, és a csillagok is mozognak egymáshoz képest, és ami 600 ezer év alatt nem mozog, szóval mindegy, nem tudjuk, hogy hát kinek van annyi ideje, hogy elküld egy szondát, 600 ezer évig jön, és akkor visszajön megint 500 ezer év, és akkor egy ilyen 12 millió év alatt gyakorlatilag kiderítenek rólunk valamit. Na ez a másik dolog, hogy nem tudjuk az IT-nek az időskáláját. Tehát lehet, hogy nekik ez egy pillanat. Gőzünk sincs. Tehát olyan lények, akiknek nem úgy telik az idő, mint nekünk? Hát nekünk, nézd, mivel hogy szerintem én Einsteinnek azért kénytelenek leszünk elhívni, bár tudom, hogy egy Star Trek rendezvény ez nem túl népszerű, és hát mi tényleg próbálkoztunk múltkor megmagyarázni a Warp Drive-ot. De azt hiszem, hogy azért komolyabb pénzeket tettünk föl arra, hogy nem tudunk a fénysebességnél gyorsabban repülni. Ami azt jelenti, hogy ha mi tényleg gyarmatosítani akarjuk a galaxist, már pedig nyilván rohadtul gyarmatosítani akarjuk, akkor sokkal egyszerűbb abba az irányba menni, és az orvos tudomány azért ezt sokkal jobban közelíti, mint az űrkutatás a fénysebességet, hogy érjünk örökké. Tehát, hogy lehet, hogy az agyunk áttölthető legyen valamiben, mint a Borg. Tehát, hogy vannak lehetőségek, amivel egy civilizáció nagyon lassú, tehát ami úgymond le tudja magát lassítani, hát miért nem volna lehetséges? Arról nem is beszélve, hogy egyébként éppen a budapesti születésű, de Neumann János ötlete volt a Neumann replikátorok, Neumann automaták ötlete. De tulajdonképpen annyi, hogy természetesen léteznek, miért ne létezhetnének olyan gépek, amik önmagukról másolatokat tudnak készíteni, hogyha nyersanyagot találnak hozzá. Ezek olyan replikátorok, tehát olyan kis ügyes, okos Neumann szondáknak hívják ezeket, ami oda repül egy bolygóra, talál nyersanyagot, intelligens okos, kibányásza, megépíti a saját kis másolatait, és akkor azok szépen mennek tovább. De ma már vannak olyan VR, meg haptikus rendszerek, amiknek a segítségével akár át is élhetjük. Tehát hogyha olyan szondát tudunk kiküldeni, aminek mondjuk olyan végtagjai vannak, mint egy embernek, akkor akár otthonról is mondjuk megfoghatunk egy követ azon a bolygón. Talán ez is részeredmény, vagy ez nézd, is... Nézd, hát ahhoz ugye megint az van, hogy a rádiójel fénysebessége jön. Úgyhogy ha a Marson akarsz
tapizni, ilyen virtuális valóság sisakkal, akkor az ugye neked legalább fél órába telik, mert már maga a Marshoz, meg legközelebbi bolygó is 15 fényperccel van úgy átlagosan az egyik irányba, meg mire visszajön a az, de most nem ezt akarom mondani, hanem csak azt, hogyha lennének ilyen egymásról, önmagukról másolatot készítő, tehát ilyen módon a vírusokhoz hasonlóan szaporodó űrszondák, akkor tulajdonképpen egy röpke mostani repülési sebességek mellett is röpke 2 millió év alatt lehetne gyarmatosítani az egész rohadt egyetlen. Jó hangzik. Hát a 2 millió év a 13,6 milliárd évhez képest, ami az univerzum kora, az egy semmiség. És egyébként itt merül fel a kérdés, hogy igen, és akkor ha ez így lehetséges, akkor hol van mindenki? És akkor persze itt jöhetnek az ilyen válaszok, hogy lehet, hogy van kozmikus állatkert hipotézis, hogy tulajdonképpen egy rezervátumban vagyunk, és direkt mindenki csöndben van. Miért lehetne? Vagy mint egy ilyen Truman Show, hogy mindenki figyel, csak nem akarják, hogy mi is lássuk őket. Igen, igen, vagy mint a Gyermekkor vége című másik Arthur C. klasszikusban, ugye, amikor az van, hogy direkt akkor lépnek kapcsolatban a civilizációk, amikor látják, hogy az emberiség már elérte egy adott fejlettségi szintet. Vagy lehet, hogy már köztünk vannak. Vagy amit a Hawking szokott mondani, hogy mindenki itt van, csak ránk se hederítenek, mert annyival magasabb a fejlettségi szintük, mint hogy mi sem állunk le a hangyákkal beszélgetni rendszerint. Ők is pont, nem tudom, tehát az Anécser folyamatokat pont a ránk irány. És a Hawking mintha azt is mondta volna, hogy ne is akarjunk. Tehát, hogyha valaki mondjuk közel olyan fejlett, vagy kicsit fejlettebb, mint mi, és találkozunk velük, akkor annak nem lesz jó vége. Hát hogy számolták ki, hogy 13 milliárd... Igen, és az univerzum? Igen, az univerzum. Hát ez nagyon izgalmas. Ez egy hosszabb előadás, de nagyon leegyszerűsítve... Zanzás. Nagyon-nagyon-nagyon zanzásítva. Az van, hogy 1920-as években rájöttek, hogy a hogy az egész univerzum távol. Ez azt jelenti, hogy észrevették, hogy a galaxisok távolodnak, nem az, hogy látták, hogy mozognak, csak egyszerűen azt látták, hogy a fényük az vörösebb. Ugyanamiatt, mint amilyet a mentőautó, hogyha messze megy tőlünk, akkor mélyül a hangja. Ugyanamiatt a csillagok, hogyha gyorsan mennek elfele, vagy a galaxisok, ha gyorsan mennek elfele, akkor a fényük elcsúszik a vörösbe. Ez a Doppler effektus. Ebből a vörös eltolódásból ki tudták számolni, hogy milyen sebességgel távolodnak egymást a galaxisok. Abból vissza tudták számolni nagyjából, hogy mikor voltak ugyanott. Az volt az ősrobbanás. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, de nagyságrendileg ebből már kijön egy olyan, hogy 10-20 milliárd év. Az, hogy a 13,6, az most hol tartunk úgy, hogy ennyire jók vagyunk, az már azért egy hosszabb történet, de a nagyságrendet már a kezdeti megfigyelések alapján jól belőtték így. Igen. Ebből az egyszerű gondolatból, hogy látod, hogy milyen messze vannak a többiek, és látod, hogy mindenki fut el tőled messze, és akkor visszaszámolod, hogy hol volt, mikor volt az, hogy mindenki ugyanott volt. Igen, olyan, mintha tőlük futna mindenki, de valójában mindenkitől mindenki fut. Tehát aki ott nézi, az is azt tapasztalja, hogy tőle távolodnak a dolgok, mert mi is azt tapasztaljuk, de mi is távolodunk tőlük akkor ezek szerint. Tehát mindenki. Igen, ezt úgy szoktuk mondani, mintha egy lufit fújunk föl, és rárajzolunk egy csomó pöttyöt, és felfújjuk a lufit, minden pötty úgy látja, hogy minden pötty tőle távolodik. Hol van a közepen? Mert ha valaki középen van, akkor ő jól látja, hogy tőle távolodnak a pontok. Hát de nincs közép. Na hát ez az, amit én nem tudok megérteni, hogy miért nincs is. Hát tehát most mondtam a lufit, mert hogy te a lufinak a felületén lakó kétdimenziós térben élsz. Értem. Tehát rossz perspektíva. A lufi tágulási középpontja a számodra értelmezhetetlen helye van, de a lufi egyik pontja sem. Igen, a lufi egyik pontja sem mondja jogszerűen, hogy helyesen, hogy ő a közepén. Mint hogy mi sem mondhatjuk. Meg itt is sem mondhatja bárhol is legyen. Szóval azért vannak itt nyitott kérdések. Igen. Erika, mit szóltok ti ehhez? Ti is kérdezzetek bele. Miklós, lehet terhelni bármilyen tudományos... Én rendkívül élvezem a beszélgetést, viszont nagyon örülök, hogy legalább egy részét megértem. Én azt sem értem, amit kérdeztem. Úgyhogy aktív kérdéseim nincsenek, de ritközöttünk valaki, akinek esetleg lehetnek kérdéseim. Igen, őre gondolok. Ki lehet számolni, hogy mennyi esélyen látunk egy másik civilizációt?
hogy azt nem számolják bele, hogy mennyi esélyre akarják, hogy lássuk őket. Na, és ugye ez a Hawkingnak is a kérdés köré, hogy tehát biztosak vagyunk benne, hogy akarják, hogy lássuk őket, és biztosak vagyunk benne, hogy mi akarjuk, hogy ők lássanak minket. De ezt el lehet árnyékolni? Tehát, hogyha én egy fejlett civilizáció vagyok, el tudom magam rejteni a kíváncsi szemek elől? Nézd, az elméletek a Matrix valóságtól kezdve egészen végtelenek. Ugye voltak olyan elméletek is, hogy mindenki egy virtuális valóságban él. Az egész univerzum egy rohadt nagy szimuláció, amit IT futtat, csak azért, hogy mi ne vegyük észre. De tulajdonképpen a Kardashev 3 civilizáció, amivel bekezdtél, az már megkülön, aki már ezt nem is mondtuk el, mert annyira durva. A Kardashev 3 az, aki nem csak a saját csillagának, hanem az egész galaxisának az összes energiáját hasznosítja. Tehát az már megkülönböztethetetlen lenne az Isten. Tehát, hogy gyakorlatilag, ugye, ezért aztán persze ez mind megvan, de nagyon jó, hogy ez a valószínűség ez szóba kerül, mert van ez a szeretve gyűlölt nagy alapformulája a SETI kutatásnak, a Drake formula, ami pontosan, ugye nem tudjuk a változók értékét, de pontosan egy matematikai képlet, ami azt írja le nekünk, hogy mondjuk a galaxisban egy adott időben hány civilizáció létezik egyszerre. Most ez úgy néz ki, hogy a galaxisban levő csillagok számát megszorozzuk a bolygók azzal a gyakorisággal, hogy a csillagok körül lehetnek bolygók. Ugye? Most már erre már tudunk valamit, hála Istennek. 10 éve még nem tudtunk, most már tudjuk. És nagyon nagy szám. Tehát a legtöbb csillagnak vannak bolygói, még a kettős csillagoknak is. Régen azt hitték, hogy kettős csillag körül nem lehetnek bolygók, és a legtöbb csillag az legalább kettős. A nap az furcsa, hogy egyedül van. Régen azt hitték, hogy két csillag körül nem tudnak bolygó keringeni, tehát hogy például bármelyik heten Star Trek-es rendezvényen ilyen hülyeséget mondani, mindegy, de hogy a Luke Skywalker-nek a szülő bolygója, az például sohasem lehetett volna. Ugye, mert hogy a Tatooine az például egy kettős csillag. Hiába írtak hozzá olyan szép zenét. Na, igen, de most már tudjuk, hogy ez sem igaz, tehát úton útfélen ott vannak a bolygók. Utána megszorozzuk az adott naprendszerben a földszerű bolygók átlagos számát. Most már ezt is tudjuk, az is elég magas, minden oké. Okay. Na, ezt megszorozzuk az élet kialakulásának a valószínűségével, na ez az, amiről ugye még így kezdtük, nem tudunk semmit. Megszorozzuk az intelligencia kialakulásának a valószínűségével, nem tudunk semmit. Ebből, hogy milyen arányban válnak technikai civilizációvá, megint csak nem tudunk semmit. Megszorozzuk a civilizáció átlagos élettartamával, erről sem tudunk semmit. És az egészet leosztjuk a csillagnak az élettartamával, ami körül lakik. Ez egyébként egy hülyeség a Drake formulával, de ez csak még egy szám, amit tudunk, ezt legalább tudjuk, csillagok átlagos élettartamát tudjuk, de hogy ennek a nagy szorzatnak több mint a feléről gőzünk sincs. Ne keseredjük el ezen, mert ugye már Stanislav Lem is leírta, hogy a nagy felfedezőknek általában fogalmuk sincs arról, hogy mit fedeznek fel. De azért nem igaz, hogy nem tudunk erről semmit. Nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy az a szám, ami ebből kijön, az nagyobb egyenlő, mint egy. Mert mi itt vagyunk. És ez fontos. Tehát, hogy nincs ebben a nagy szorzatban olyan, ami nulla. Tehát nincs olyan, ami lehetetlen. Ez nem igaz. Attól, hogy mi itt vagyunk, az nem azt jelenti, hogy legalább egy civilizáció van, egy átlagos galaxisban. Nem, ez konkrétan a mi galaxisunk legalább. És abban mondjuk, tegyük föl, hogy ugye gondolkodunk, tehát hogy na, de igen. De ennek ellenére az egész formula hülyeség, mert például ez a tag nincs benne. Ugye? Például ez a tag, ez a cenzúra tag, mondjuk bevezethetnék egy ilyen faktort, hogy cenzúra faktor, milyen valószínűséggel akarja a hiper-szuper-íti azt, hogy én észrevegyem. Ez nincs benne. Nincs benne a gyarmatosítás. Tehát kb. Ez a formula, ez kb. Azt mondja meg, hogy hány civilizáció ül otthon a fenekén a rádiójával. De mi sem ilyenek lennénk, például az említett Neumann űrszondák, Neumann próbák, amik szépen, mint egy kis vírus elszaporodnak, és 2 millió év alatt beterítik az egész univerzumot, függetlenül attól, hogy honnan indultak ki. Ilyesmik nincsenek benne, ez a formula nem tud erről semmit. Tehát, hogy az egész még ennél bonyolultabb, van egy csomó tag, tehát a nagy nem tudásunk számszerűsítésére alkalmas ez a formula, de azért... Azt is jó tudni, amit nem tudunk, szerintem az is valami. Az jó, is igen, jó rendezetten tudni, hogy mi mindent nem tudunk, tehát azért szeretem ezt a formát, mert most felsoroltam egy csomó tagot, és azért látjuk azt, hogy most már azért egyre több tag, tehát amikor én nem vagyok olyan, én még 34 éves vagyok, tehát nem annyira rettenetesen sok, de amikor pici voltam, akkor még kb. Egy tagról tudtuk valamit. Azóta megtanultuk a bolygók gyakoriságát, a földszerű bolygók gyakoriságát. Mire öregek leszünk, már a Kardashev 1-es civilizáció lesz, nem? Hát, hogyha bejön a tervem, hogy az emberiség 100 évben belül megtalálja az örök élet titkát,
akkor igen. Mire meghalunk, addigra a Kardashian egy civilizáció. Tehát ugye a divatos szerző, a Yuval Noah Harari, aki a Homo Deus-t és egyéb ilyen menő könyveket írta, ugye ő is azt mondja, hogy tényleg itt megnézzük, hogy például az, hogy mennyire közel jutunk ahhoz, hogy egy emberi tudat, az mondjuk egy-két emberöltön belül, mondjuk áttölthető legyen valami más hordozó eszközre. Akkor onnantól kezdve nem hiszem, hogy a civilizációnak a biológiai keretek időben határt szabnak. És ha nincs időbeli határ, akkor ugye nincs térbeli határ sem. Tehát mégiscsak le tudjuk gyűrni ezt a végtelen teret, ami körülvesz minket ez alapján. Hát, szerintem e felé nagyobb esélyünk van. Igen. Ez egy jó optimista. Viszont ha még valami akar zárszolnak, hogy ha viszont az az út, hogy ilyen módon belassítjuk magunkat, hát az az ára a civilizációnak, hogy jól lelassítsuk magunkat, akkor viszont valószínűleg lassan fogunk beszélgetni is. Tehát lehetséges, hogy mi folyamatosan kapjuk az IT-től a rádió üzenetet, csak annyira lassan mondják, hogy nem vesszük észre. Az igen, tehát hogy mondjuk egy bitnyi infót küldenek 100 éven keresztül, és utána 200 év szület. Érted? Tehát azért van baj. Tehát még jelenleg be vagyunk szorítva ekkorában. Ez olyan, mint hogyha egy fürny beszélgetne egy enttel? Igen. Exakt. Sőt, azt hiszem még olyanabb lehet akár. Tehát itt tényleg akár ezerszeresünkre be lehetne lassulni kb. És még akkor is rohadt lassú lenne a csillagközi utazás. Szubjektíve is. Erika. Csak nézek, én azt sem, tényleg nem tudom. Én iszonyatosan izgalmas, amiről beszélsz, de hát felfogni nagyon nehéz. Tehát nehéz, mert ugye nem tudod megtapasztalni kézzel, nem kézzel fogható elmélet is. Ugye vannak, nyilván vannak a különböző számok, amiket már kiszámoltak, és arra nem mondhatom azt, hogy nem valószínű, hiszen már ezeket a dolgokat tudjuk régóta, de számomra ez teljesen felfoghatatlan. Nekem, de az összes ilyen technikai dolog, én azt se értem, hogy működik a számítógép. Tehát, hogy ezek a dolgok, amik ilyen tudományos számítás, technika, meg fizika, nekem tőlem annyira messze van, hogy én nagyon ilyen röközkötött vagyok. Nehéz nekem ezt felfogni, de csodálattal hallgatom. Adjuk meg a lehetőséget nektek, vagy megadjuk a lehetőséget, hogy most lehet kérdéseket föltenni, gondolatokat elmondani, igen, hallgatunk. Azért érdeklődnék, hogy most végtelennek tekintsük-e a bolygó csillagok számát, mert a végtelennek végtelen kis lehetősége is vége. Végtelen. Jelen tudásunk szerint az univerzum az végtelen, de az viszont ugye nagyon is véges, hogy... Na, viszont van egy véges horizontja. Ami azt jelenti, hogy van olyan része az univerzumnak, ami hiába lehet, hogy ott bármi van, de hogy azt soha a büdös életben nem fogjuk látni. Ez ugye amiatt van, hogy a legjobb jelenlegi tudásunk szerint, hogy nem csak, hogy az univerzum tágul, hanem gyorsulva tágul. Ebből az következik, hogy vannak olyan részek, amiket ha most nem tudunk, ugye eleve, amikor a messzire nézünk, ugye azt jelenti, hogy régre nézünk, hiszen a fény, valami 400 millió évvel ezelőtti csillagot nézünk, akkor valami olyasmit láttunk, ami 400 millió éve történt. Vannak olyan helyek, amire esélyünk nincs rá. És vannak olyan részek, igen. Olyan messze vannak. Tehát valóban igaz, hogy a végtelennek a végtelen kicsi része is véges, viszont ugye itt nem tartunk, matematikailag, másfelől viszont azért még praktikusan azért nagyon jól közelítjük. Tehát nem, lehet, hogy nem a végtelen, de ha már csak a tejút rendszerből indulunk ki, ami önmagában ugye 100 000 fényév átmérőjű, tehát még ha a saját galaxisunk túlsó oldalában is 100 milliárd éve indult el a fényjel, amit most látunk, ha látunk, mert ugye eltakarja a közepe, de mindegy, szóval, hogyha látnánk, akkor az is 100 000 éves. Az is 400 milliárd csillag.
Tehát az is tényleg az elképzelhetetlen kategória. Tehát, hogy én azt mondom, hogy praktikusan, de nyugodtan tekintetjük végtelennek. És egyetértek abban, hogy nyilvánvaló, hogy az egész azért nagy univerzumban nyilván nem mi vagyunk egyedül. Viszont az már korán sem nyilvánvaló, hogy van-e lehetőségünk beszélgetni. És akkor itt egy másik faktor, amiről nem tudom semmit, ez a civilizációk átlagos élettartama. Azon belül is, amikor ők technikai civilizációk. Erre mondtam, hogy lehetséges sajnos, hogy a technikai civilizációknak, ez egy fizikai vagy társadalomtudományi törvény, hogy a technikai civilizációk megsemmisítik önmagukat. Elemésztik, tehát ez egy ilyen pessimista. Igen, már az előbb majdnem egy optimista véget értünk. Úgyhogy azt mondják a közönségben, hogy ez tény, tehát... Ez így van, de a kettő abban a határesetben, amit az előbb optimista forgatókönyvként megemlítettem, amikor az egyének végtelen ideig tudnak élni, az egy megoldást lehet. Mert egyébként világos, hogy van ez, hogy tényleg a civilizációk túlfejlődnek. Elég ilyen dumát hallunk mostanában, hogy hagyjuk is. De tényleg a civilizáció, amikor úgymond elér egy olyan fejlettségi szintet, ez valóban tényleg a történelem is ezt mutatja, hogy azt egy idő után a lehanyatlás követi, vagy követte eddig. De hogyha egyszer kifejlesztjük az örök életet, vagy a majdnem örök, tehát most mit tudom én, 500 évig éledjen be, mit tudom én, tehát egy nagyságrendekkel nagyobb, akkor viszont ez más lesz a... Ez az egy kulcs van, nem kecseghetünk így el, mondjuk örök élet nélkül nagyon hosszú ideig? Mert mindenképpen a pessimista hát a jelenlegi dolgot felhasználva nem, mert azt már az 1960-as években kimutatták, hogy ugye vannak ilyen doomsday argumentek, tehát ilyen végítélet érvek, amik mindenféle mutató, beleértve az emberiség lélekszámát, meg a bolygó teljesítőképességét, meg eleve néha még ilyen bézi statisztikai érveléseket is felhasználva, azt mondják, hogy nagyon valószínűtlen, hogy a civilizáció ebben a formában el tudjon működni mondjuk 100 évnél tovább. Ami azt jelenti, már matematikailag nagyon hasonlít az egész arra, mint amikor egy pénzérmét lejtünk, és akkor a pénzérmét gurul, és ugye egyre gyorsabban fogja, és akkor egyre magasabb lesz a hangja, és egyszer csak plak megáll. Ezt hívják úgy, hogy a pénzérmet gyakorlatilag majdnem végtelen gyorsan forog, de aztán azt nem hagyja a természet nyilván, hanem megáll. De látjuk, hogy egyre gyorsabban forog a pénzérmet. Ezt úgy hívják, hogy ez egy fizikában, hogy ez egy valós idejű szingularitás. Tehát, hogy elszáll, és te pontosan meg tudod jósolni, hogy mi lesz az a pont, amikor a pénzérmet megáll, úgymond a frekvenciája, a forgása elszáll a végfelé. Na most, ehhez nagyon hasonló pályát a mi civilizációnk nem egy stabil helyzet. Igen, mi civilizációnk jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen valós idejű szingularitás felé rohan. Az a valós idejű szingularitás, arról megosztanak a vélemények, hogy mikor van, de ilyen 2100 és 2200 közé szokás tenni. Nagyon meglepődnénk, hogyha ez a civilizáció tudná ezt a pályát követni mondjuk 500 évig. És az 500 év az ugye egy semmiség, tehát most itt nagy időskálról beszélünk. Természetesen nem kell megijedni, mert a pénzérme se robban fel az asztalon, csak egyszerűen ez azt jelenti, hogy utána valami drasztikusan másnak kell következni. Tehát egy átalakulás határán vagyunk, nem tudjuk persze, mi lesz utána. Csak az, amikor egy elmélet megjósolja, hogy a pálya nem fenntartható, hát ez nem fenntartható. És akkor most lehet optimistának vagy pessimistának lenni, hogy ez csak egy magasabb szintre lépésnek az előjele, vagy annak a jele, hogy bizony ezt nem érjük túl. És akkor hirtelen erre egy érvé válhat az, hogy eddig nem láttuk meg itt. Tehát akkor éppen mondhatjuk azt is, hogy növeli annak az esélyét, hogy a civilizációk kinyírják önmagukat, hogy még nem találkoztunk semmivel. Lehet, hogy tök gyakori az élet kialakulásának valószínűsége, csak a több milliárd év alatt az a néhány száz éves ablak annyira nem esélytelen, hogy idő nem tér, nem az, hogy térben, hanem időben annyira nem ugyanakkor vannak, hogy egyszerűen nem jön szóba. Igen, végül is lehet, hogy már jártak itt. Az is lehet, hogy jártak itt. Ugye például az 1991 végén kisbolygó esete, amiről beszéltünk, hogy ilyen furcsa pályán kerik. Vagy korábban. Vagy korábban. Vagy hát igen.
vannak ötletek, még hogy az emberiség mitológiájában is lehetnek emlékek erről. Bocsánat, ott még lenne egy kérdés. Igen, nem hallottam említeni a térhajtóművet, tehát a tér görbítéséből származó előrehaladás. Kizárjuk? Az azért nem említettük, mert pont a legutóbbi meetupon egyébként erről beszéltünk, és igazából nem zárjuk ki, csak még... Na, tehát nem mond ellent a fizikának, csak hiány... Tehát, na, erőbefektetést igény. Tehát semmi direkt módon nem mond ellent a jelenleg ismert fizikának, csak egy olyan csak olyasmi kéne hozzá, amiről jelenleg nem tudunk. Konkrétan akkor működhetne egy téridőgörbítő hajtómű, hogyha létezne negatív energiasűrűség, amit tartósan fel lehetne tartani, vagyis negatív tömegű úgynevezett egzotikus részecskék léteznének. Ezeknek egzotikus részecskék létezését egy csomó fizikai elmélet egyáltalán nem zárja ki. De az, hogy egy elmélet nem zár ki valamit, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ilyen ténylegesen van. Jelenleg úgy tudjuk, hogy nincs. Vagy nem, jelenleg nem tudjuk, hogy van. Nem tudunk róla, hogy lenne. Úgyhogy ezért aztán... De nincs olyan probléma vele, hogy mondjuk explicit ellent mondana, mondjuk a relativitás elmélet ismert tényeinek. Mert elsőre úgy tűnhet, hogy igen, de aztán 2000-es években néhány okos brazil kiszámolta, hogy nem. Bocsánat, még valakinek még van egy percünk a beszélgetés végéig, van-e valami kérdése? Igen. Miből gondoljuk azt, hogy bárki is azt a mennyiségű pénzt és energiát belefektetné egy csillagok között élőhajó megépítésébe, ami a unokái unokáinak fog hasznot hozni, amikor a jelen civilizáció Marsra valószínűleg egy 5 milliárdos erőfeszítéseként fogja eljutni, miközben 3 GPS-rendszer kerül a bolygó körül, amelyeknek a költségének a töredékéből már gyarmatosítható lett volna most. Hát, megint csak azt tudom mondani, hogy a jelenlegi pénzügyi viszonyok között ez nem feltétlenül. Hogyha az élettartamunkat feltekerjük az 5-szörösére, vagy hogyha véletlenül, amire mindig a 80-as évek óta mindig azt mondják, hogy majd 30 év múlva, de most is azt mondják, hogy 30 év múlva, de hogyha véletlenül sikerül a fenntartható fúziós energiát megcsinálni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag korlátlan energiaforrásunk van, akkor ugye ennek a reálzónak, vagy minek a fekvése, az ugye megváltozik. Jelenleg nincs megfelelő, tehát igen, valóban az Elon Musknak, esetenként a Donald Trumpnak, vagy a Chiang Zemlinnek az akarata, az kevés az, hogy ez egy fenntartható dolog legyen. Jelenleg még nem vagyunk ott. Akkor leszünk mi igazán kozmikus civilizáció, ha megépül az űrlift. Lehet, hogy nem lehet azt megcsinálni. Az űrlift lesz az, amikor hirtelen annyira drasztikusan lecsökken az, hogy mennyi pénzzel lehet valamit fölvinni. Az űrlift egy olyan kábel, ez egy kötél, ami ledóg az égből, és föl lehet rajta mászni. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy a egyenlítő fölött egy megfelelő magasságú pályán, ami geostacionális pályának hívják, onnan, hogyha lelóg egy kötél, az úgy stabil tudna maradni. Csak hát ez egy 36 ezer kilométer hosszú kötél lenne. Bocsánat, hogy félbeszélt egy dolog. És mi van akkor, hogyha ezeket az önmagukat újra létrehozó kis szondákat megtöltjük a tudatunkkal? Na ezt igen, szerintem ezt kéne csinálni. És akkor csak ez, hogy ki volt az a pali, aki mindig megjelent a Star Trekben? Q. És akkor leszünk Q. Igen. Erre vezet szerintem is. Feltöltjük az agyunkat egy ilyen Neumann szondába, szétküldjük, a 2 millió évig tart, akkor 2 millió évig tart. És akkor néha találkozunk egymással, ahogy a kunk is találkoznak. És nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az emtv.hu és az Űrszekerek tudományos híreit a parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az Űrszekerek megbízásából készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.